Újraindult az autós forgalom az építőkútján. Az elmúlt hónapokban lezárt útvonalon befejeződtek a felújítási munkálatok. Így az autósok ismét használhatják a közlekedési csomópontnak számító utcát. A májusban kezdődött munkálatok során az útburkolat mellett a közműhálózatot is felújították. A Görbe utcától a Szórád-Márton út építőkútja kereszteződéséig a távhő és a vízhálózat felújításra került. Továbbá a szennyvízhálózatnál az összes víznyelőrácsot, aknafedlapot újra cseréltük ki, szindállítottuk. A körzet önkormányzati képviselője Iván László elmondta, mintegy 50 millió forintos beruházás történt, amely véleménye szerint fontos, hiszen a meglevő állapotok szinten tartása nem elég. Időről időre szükség van felújításokra a városrészben. Közel 15 millió forintot kaptunk pályázati pénzt, és 35 millió forintot biztosított az önkormányzat arra, hogy a teljes aszfaltcserét végrehajtsuk itt a béketér előtt, az építők útján, mint ahogy a háttérben látszik is. Én nagyon örülök annak, hogy el tudtunk kezdeni valamit, és jó módkor is kiemeltem, hogy nem csak arról szól, hogy képviselőnek a munkája, hogy fát vágunk ki, gajazzunk, új padot teszünk le, és különböző dolgokat elvégzünk, hanem ilyen nagyobb volumenű munkákra is szükség van. Az autós forgalom már pénteken elindult, a buszos közlekedés hétfőtől kezdődik újra az építők útján.